A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Június 9-én választ az ország nem csak a polgármestereket, az önkormányzati képviselőket, a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választjuk meg, hanem az európai parlamenti képviselőket is. Vendégem itt a stúdióban Fónai Tamás, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Hát azért is gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit beszélgetni így 3 héttel a választás előtt, hogy kicsit a nézőket is képbe kerítsük, hogy mi is ez az Európai Parlament, hogyan is néz ki, és hogy mi is történik majd a választáson június 9-én. Hát hogy fog kinézni most a június 9-i választás nálunk, illetve az egyes országokban? Az Európai Parlament egy egyedülálló intézmény, ugye az Európai Uniónak ez az egyetlen intézménye, amelyet közvetlenül választunk, illetve ez az egyetlen a világon, az egyetlen parlament a világon, amelyet transznacionálisan és közvetlenül választunk. Ezért nagyon fontos, hogy az európai állampolgárok elmondhassák a véleményüket az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, hogy elmenjenek választani, és ezt követően majd a képviselők is, a megválasztott képviselők is konzekvensen képviseljék az európai állampolgároknak az érdekeit az európai jogalkotási folyamatokban. A választások úgy zajlanak le, hogy van 4 alapelv, amely minden tagországban egyébként kötelező érvényű. Az első az az, hogy minden állampolgárnak egy szavazata van. A második az, hogy mondjuk én nem rendelkezem magyarországi lakcímmel, magyar állampolgár vagyok, viszont Németországban élek, akkor én is szavazhatok az ottani képviselő jelöltekre, illetve pártlistára. A harmadik az az, hogy 4 egymás követő napon kell meglegyen a választási lehetőség, és ezekben figyelembe veszik a nemzetállamok, tehát a tagállamoknak a választási hagyományát. Ugye 2024. június 6-ától 9-ig fognak tartani a választások, csütörtöktől vasárnapig, ez is egy alapelv, amelynek érvényesülnie kell. Hollandiában például június 6-án csütörtökön fognak választani, azt követően Csehországban és Olaszországban 2-2 napon is, a legtöbb tagországban, mint hazánkban is, június 9-én vasárnap fogjuk elmondani a véleményünket, és ez a 4 alapelv, amely ugye minden tagországban kell, hogy érvényes, a negyediket elfelejtettem. A negyedik alapelv az az, hogy arányosság képviseletelvének meg kell valósulnia. Ez azt jelenti, hogy minél több szavazatot kap egy pártlista vagy egy párt, annál több képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Hogy fog kinézni június 9-én az a szavazólap, amit majd áttekintettünk, és aztán leadhatjuk a voksunkat? Ugye Magyarországon május 3-áig kellett leadni az ajánlásukat, ahhoz, hogy egy listát állíthassanak a pártok. Ez 11 pártnak sikerült. Őket már a Nemzeti Választási Bizottság kisorsolta. Ugye itthon úgy kerülnek a pártok a választási lapra, vagy a szavazócédulára, hogy sorsolás által kiválasztják őket, és véletlenszerű sorrendben. Kik adhatják le itt Magyarországon a voksukat az európai parlamenti választás kapcsán? Minden 18. életévét betöltött állampolgár, illetve bármelyik EU-s állampolgár, aki egyébként magyarországi lakcímmel rendelkezik, és úgy döntött, így regisztrált ugye itthon a szavazásra, és úgy döntött, hogy Magyarországon szeretne az európai parlamenti választásokon dönteni arról, hogy melyik magyarországi pártlistára szavazzon. Ugye ez is egyébként nemzeti hatáskörben van alapvetően. A Németországban és Ausztriában például a választói korhatár 16 év, Görögországban pedig 17 év, ugye itthon meg 18. Úgyhogy ebben is vannak különbségek az országok között. Kik szerezhetnek mandátumot? Mandátumot minden, tehát ugye alapvetően az a elgondolás, hogy bárki indulhatna képviselőjelöltnek, azonban
minden országban ugye pártlisták, nyílt vagy zárt pártlisták vannak. A zárt pártlista azt jelenti, hogy van egy sorrendje a képviselőjelölteknek, és az arányosság elvén alapulva ugye annyi jut be, ahány szavazatot elnyert az az adott párt, míg a nyílt listán a szavazó állampolgár eldönteti, hogy melyik, milyen sorrendet állít fel a jelöltek között. És akkor az már megvan, hogy hány párt lesz majd, ugye olvasható ezen a szavazólapon? Igen, 11 párt lesz a magyarországi szavazólapokon, EU szerte pedig számos, tehát Németországban például 1420-nál több képviselőjelölt van, hogy így egy példát tudjak említeni. Mi Magyarországról hány képviselőt tudunk küldeni majd az Európai Parlamentbe? Ez hogyan határozódik meg, hogy hogyan határozzák meg? Ez minden tagországban a lakosságszám alapján határozódik meg. Minden választás előtt ezt egy bizottság meghatározza, kiszámolják a degresszív arányosságnak az elvén, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb tagországnak a képviselője értelemszerűen több képviselőt is képvisel, míg egy kisebb országnak a képviselője kevesebb embert képvisel. Ugye legalább 6 képviselőt küldhet egy tagország, ugye a lakosság számának függvényében, illetve maximum 96-ot küldhet egy tagország. Németország 96-ot küld, hazánk 21-et. Málta, Ciprus és Luxemburg 6-ot, Ausztria is 21-et, és Franciaország például 79 képviselőt delegálhat majd az Európai Parlamentbe. És az, hogy mi mondjuk így Magyarországról a szavazatok alapján, hogy kik jutnak be, nyilván az majd akkor derül ki, de hogy hogyan osztják el ezeket a mandátumokat, erről van-e valami információ? Igen, van, ugye ez az arányosság elve. Bejutási küszöb az itthon például 5%, és ez is változik tagállamonként. Németországban nincsen bejutási küszöb. Mindegyik párt, amelyik kap szavazatot, bejuthat ebbe a arányaiban 96 képviselőbe. Míg itthon ugye 5%-os a bejutási küszöb, tehát hogy van egy gát, amit meg kell ugrani, és ha ez sikerül, akkor juthat be az ember a parlamentbe. Vagy hát a képviselőjelölt a pártlistáról a parlamentbe. Mi is egyébként az Európai Parlament? Mikor jött létre? Mit tudunk? Az Európai Parlament, ugye, mint említettem, egy transznacionális intézmény. A gyökerei 1951-re vezethetők vissza, amikor is az Európai Szén és Acélközösség részeként megalakították ugye az Európai Közgyűlést, ami ugye az Európai Parlamentnek az elődje. Ez 1958-ban ülésezett először, majd 1962-ben kapta meg egyébként az Európai Parlament nevet, és 1979 óta választhatjuk egyébként közvetlenül az Európai Parlamentbe a képviselőket, azt megelőzően a nemzeti parlamentek delegáltak az otthoni viszonyoknak, tehát a tagállamokban megfelelő erőviszonyoknak, politikai erőviszonyoknak delegáltakat, képviselőket az Európai Parlamentbe. Hogyan néz ki egyébként így az Európai Parlament? Hogyan ülnek a tagok országok szerint, politikai hovatartozás szerint? Hogyan kell elképzeljük a parlament felépítését? Ez ugyanúgy van, mint a legtöbb tagországban, az Európai Unióban. A ülésrend az balról jobbra van, és a politikai hovatartozás alapján fognak beülni a pártok, hogy kinek hány képviselője van, ugye az június 9-e este fog kiderülni, azonban nagyjából láthatóak már az erőviszonyok, illetve a tendenciák, de a politikai hovatartozás alapján fognak ezek a pártok ugye beülni a frakciókba. Mi az Európai Parlamentnek a fő feladata, vagy a feladata, hogyan kell elképzeljük? A fő feladata, mivel egy közvetlenül választott parlamentről van szó, az európai állampolgároknak a érdekképviselete, és ugye a jogalkotásban van nagy feladata. Itt azonban szerintem fontos elmagyarázni, hogy a EU-nak 4 fő intézménye van, az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, illetve az Európai Parlament. Ezek közül csak az Európai Bizottságnak van jogszabály, kezdeményezési, jogszabályalkotás kezdeményezési hatásköre. Viszont az Európai Parlament is felszólíthatja az Európai Bizottságot arra, hogy
bizonyos témákban esetleg éljen ezzel a lehetőségével, és javasoljon egy jogszabályt, miután, amit azután pedig az Európai Parlament az Európai Unió tanácsával, tehát a szakminiszterek tanácsával, mint például a külügyi tanács, vagy éppen a agrár tanács, tehát ahol az agrárminiszterek ülnek, megvitatják egymással is, tehát az intézmények egymással is, illetve külön-külön ezeket a jogszabályokat, és megpróbálják ezeket módosítani. Ugye az Európai Parlament felügyeli az Európai Bizottságnak a munkáját, ugye itt már szóba került az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság feladatköre az mi? Az Európai Bizottság feladatköre ugye alapvetően a szerződések őrének lenni, tehát hogy felügyelje a tagállamokban a jogszabályok végrehajtását és megfelelő végrehajtását. Az Európai Parlament, mint említette, viszont ellenőrzi, felügyeli a bizottságot, illetve költségvetési jogköre is van, tehát az Európai Tanáccsal, amelyben ugye az európai állam és kormányfők ülnek, velük együttműködve döntenek az Európai Unió költségvetéséről. Milyen nagy képviselőcsoportok vannak az Európai Parlamenten belül? Jelenleg 7 nagy képviselőcsoport van. Az Európai Parlamenten belül ugye vannak az Európai Néppárt, tehát az EPP, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, ezen kívül vannak a zöldek, a baloldal, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártja, a Renew Europe, ami ugye a liberálisoknak feleltethető meg, valamint van az Identitás és Demokrácia frakciója. Ezen kívül azonban vannak még frakció nélküli, ugye független képviselőjelölteknek nevezzük, vagy képviselőknek nevezzük őket, ők nem tartoznak egyik frakcióhoz sem. Most hány tagja van az Európai Parlamentnek? Magyarországnak hány tagja ül ott az Európai Parlamentben? Jelenleg 705 képviselő ül az Európai Parlamentben, egyébként ez a szám maximalizálva van, 750 képviselőben, plusz az elnök, tehát 751, ugye ez a Brexit előtt egyébként ki is volt használva, majd a Brexitet, tehát az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból követően, pedig lecsökkent 705-re, tehát jelenleg 705 képviselő van, amelyből 21-et küld Magyarország. Ki töltheti be az Európai Unió legmagasabb tisztségét, tehát ki lett az Európai Bizottságnak az elnöke? Hogyan választják ki az ő személyét? 2014-ben bevezettek az európai frakciók, vagy az európai parlamenti frakciók egy úgynevezett Spitzenkandidát rendszert, azonban ennek semmilyen uniós jogalapja nincs, tehát ez nem kötelező érvényű senkire. Ez 2014-ben sikerült is, vagy hát ezt a rendszert véglegesíteni, illetve Jean-Claude Juncker személyében ugye Európai Bizottsági elnököt, mint az EPP, tehát az Európai Néppárt Spitzenkandidátját Európai Bizottsági elnökké választani. Azonban 2019-ben ugye Manfred Weber volt az EPP-nek, tehát az Európai Néppártnak a Spitzenkandidátja, viszont ott államfőknek, illetve kormányfőknek a elégedetlenségét váltotta ki Manfred Weber személye, és ezért nem ő lett végül a jelölt, hanem Ursula von der Leyen, és ezzel egy picit átléptek az EP-n, tehát az Európai Parlamenten. Azonban végül ugye, mint ismeretes, megszavazták Ursula von der Leyent Európai Bizottsági elnöknek. Most ugye a 7 frakciónak van 7 képviselőjelöltje, az Európai Néppárté, ugye Ursula von der Leyen, a jelenleg is regnáló bizottsági elnök. Az Európai Parlament elnökét azt hogyan választják meg, és mennyi időre szól az ő mandátuma vagy küldetése? Az Európai Parlament elnökét 2,5 évre választják, tehát hogy a ciklus felére, és a szavazatok, tehát hogy a képviselőszámnak, tehát 720 a képviselőszám a választások után, most júniusi választások után, és ezt követően 361 szavazattal tudják megválasztani az Európai Parlament elnökét, illetve alelnökeit. Hány bizottság van egyébként, ami még így működik az Európai Parlament alatt? Mi jellemzi az önműködésüket? Az önműködéset, ugye ez egy parlamentáris rendszer, és a bizottsági munka határozza meg alapvetően a parlamenti munkát is, tehát egy számos bizottsága van, most pontos számot nem tudok, mert 20 van legalább,
és ezekben a bizottságokban ugye az erőviszonyok alapján delegálják a képviselőket a pártcsaládok, ott is ugye elnököt választanak, alelnököt, és ott folyik igazából a jogszabály módosító, illetve előkészítő munka. Hol ülésezik az Európai Parlament? Strasbourgban, illetve Brüsszelben. Igen, mert itt többen azért arra gondolok, hogy minden Brüsszelben történik, de gyakorlatilag ugye a főközpont azt én úgy olvastam, hogy Strasbourgban van. Így van, az fő épülete, illetve azt hiszem a plenáris ülések azok Strasbourgban zajlanak. Hány naposak egyébként ezek az ülések? Hogyan kell elképzeljük a képviselőknek a munkáját? Mennyit tartózkodhatnak kint mondjuk így a képviselők Brüsszelben vagy Strasbourgban? Milyen ez az időszak, amikor ülésezik a parlament? Három naposak az ülésszakok, tehát hogy például az most EP-nek, ami a választások után, az alakuló plenáris ülése július 16-ától július 19-éig fog tartani, de a képviselők egyébként jöhetnek, mehetnek szabadon Brüsszelben és a küldő tagország között, nincsen megszabva, hogy hol és mennyit kell lenniük. Valószínűleg a bizottsági munkát azért ugyanúgy elvégzik, de például a Németországban most volt egy EP képviselő jelöltnek, illetve most is képviselőnek egy botránya, és ő például nyíltan vállalja, hogy ő nem igazán jár Brüsszelbe, hanem inkább a munkatársait küldi. Ez nem megfelelő módja az európai állampolgárok érdekeinek, a képviseletének, úgyhogy nincs erre ilyen szabály kifejezetten. Ugye azt nem mondtuk, hogy hány bizottság van, mert ezt nem tudtuk most így hirtelen, de hogy ezekbe a bizottságokba mennyire tudnak bekerülni magyar képviselők? Hogyan kerülhetnek be a bizottsági tagok a bizottságokba? Ezt felosztják egymás között. Ugye a frakció a választások után megkezdődik a frakcióknak a megalakítása, és ott ugye tárgyalások folynak, így hát nem háttérben, de tárgyalnak a pártok egymással. Ugye függ az erőviszonyoktól, hogy ki, hova és milyen bizottságba kerülhet be. Ez alapvetően ugye függ a ország létszámától, erőviszonyoktól, pártpolitikától. Ez egy összetett rendszer, amit ugye a választások után egyébként így egyből meg is kezdenek a pártok, egymással tárgyalnak. Július 15-ig egyébként ezt be is kell fejezniük, tehát hogy ki melyik pártcsaládhoz szeretne tartozni. Utána megalakul ugye az Európai Parlament, ugye az alakuló ülésén, és azt követően a 16-át követő napokban, tehát 17-18-19-én pedig ezek a bizottságok is felállnak. Ugye 21 képviselőt küldhetünk az Európai Parlamentbe. Nem egy nagy szám, tehát ugye egy nagyobb ország, ugye az országok népességéhez viszonyítva alakulnak ezek a mandátumok, de ugye egyes bizottságokba kerülnek, és ugye pártokhoz tartoznak. Mennyire tudjuk mégis mi így Magyarországot képviselni egyekora Európai Parlamentben? Szerintem eddig is sikerült alapvetően a magyar érdekek képviselete. Persze ez politikai hovatartozás szerint, mindenki a saját értékrendje szerint ítéli meg, hogy ez hasznos-e az országnak, vagy nem. De van rá lehetőség, természetesen az pozitívum, hogyha, illetve nagyobb lehetőséget biztosít, hogyha a itthoni pártok, illetve képviselőjelöltek, akik a párt listáról bejutottak, utána egy párt frakcióhoz, illetve párt családhoz, csoporthoz csatlakoznak. Ön hogyan látja, hogy Magyarországnak milyen a helyzete így az Európai Parlamenten belül, illetve így az Európai Unión belül? Milyen jövő várhat így az országra, ha már bekerülnek a képviselők? Ez függ majd az európai erőviszonyoktól leginkább. Egy tendencia kirajzolódik így a közvéleménykutatások alapján, mégpedig, hogy a jobboldali pártok, illetve pártcsaládhoz tartozó pártok erősödni fognak az európai parlamenti választásokon. Tehát, hogy az európai konzervatívok és reformerek pártcsaládja, illetve az identitás és demokrácia pártcsalád erősödni fognak, így a jobboldali pártok erősödnek ezáltal. Így ha a Fidesz, ha hihetünk a híreszteléseknek ugye az EKR-be, tehát az európai konzervatívok és reformerek pártcsaládjába kíván majd belépni a választások után. Ha ez teljesül, akkor ott jelentős befolyással bírhatnak az ottani munkára is, illetve az EP-ben is.
illetve ugye Ursula von der Leyen is már kijelentette, illetve meglebegtette, hogy az EPP, tehát az Európai Néppárt, az európai konzervatívok és reformerekkel esetleg hajlandó együttműködni, ami egy újdonság lenne ugye a választás után, mert most inkább az EPP a liberálisokkal, tehát a Renew Europe-val, illetve az SND-vel kooperál leginkább. Miért vegyük fontosan ezt a mostani választást? Sokan szerintem is tudják, hogy most miért is kell nekünk leadni a voksunkat európai parlamenti képviselőkre. Miért fontos, hogy leadjuk a voksunkat? Miért fontos, hogy az európai parlamentben képviseljük Magyarországot? Azért fontos, mert az érdekeinket kell képviselni Brüsszelben. Az ugye ez egy közvetlen választás. Igazából, ha szavazunk egy pártlistára, vagy a képviselőjelöltekre a pártlistán, akkor egy politikai hovatartozást kifejezünk, és elmondjuk a véleményünket, hogy milyen Európai Uniót képzelünk el a jövőben. És ez ugye a globális kihívások időszakában igencsak fontos, gondolok itt a mesterséges intelligencia elterjedésére, az ukrajnai háború, a gázai övezetben zajló háború, ezek mind olyan kihívások, az éghajlatváltozás többek között, amire egy ország nem fog tudni választ adni, és ezért nagyon fontos, hogy képviselve legyen a magyar érdek is az európai színpadon, és nem csak a kormányfő, illetve a miniszterek által, hanem az európai parlamenti képviselők által is. Meg nyilván azért is fontos, hogy azért támogatások is érkeznek ide Magyarországra, sok fajta Európai Uniós támogatás érkezik. Így van, ez is jelentős befolyással bírhat, hogy utána milyen erőviszonyok alakulnak ki a parlamentben, hisz ugye a költségvetésről egyébként egyrészt a költségvetést az Európai Parlament is felügyeli, illetve határozza meg, mint említettem, az Európai Tanáccsal közösen. Úgyhogy ez egy fontos szempont így van, hogy milyen költések lesznek az Európai Unióban, és mire, és mennyi. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és egy kicsit jobban bepillanthattunk az európai parlamenti választásba, hogy miről is szól az Európai Parlamentnek a működése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Fonai Tamás, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatója. Az európai parlamenti választásról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.